A mostani péntekesti Partizánból kiderül, hogy meglepő módon a legmocskosabb lejárató kampányból is ki lehet hozni valami jót. Például az épp sztrájkra készülő tanárok számára. Ezután az este vendégével Mucsi Zoltánnal belenézünk az elmémesült videóiba, szót ejtünk a függőségek és dükkezelés nehézségéről, de még az is ki fog derülni, hogy milyen berendezések látták kárát a fiatalkori kilengéseinek. Az este végén pedig fellép Holly, 2022 legőszintébb magyar rappere. Kezdünk! Köszöntöm nézőinket, szervusztok, ez itt a péntekesti Partizán, a Partizán közéleti létnágy show-ja. Én Gulyás Márti vagyok, az est házigazdája, a zenekarnál pedig a basszusgitárnál Szerető Dániel, doboknál Géza Bohnor, a zenekar vezetője pedig Bújdosó János. Ez 2022 első péntekesti Partizánja, jó hónap kimaradt. Ez alatt az időszak alatt rám szakadt az Omikron, meg két évembere díja, úgyhogy a haragosaim is, meg az esetleg tisztelőim is egyaránt örömködhettek. Hát mi, ha nem ez a nemzeti összetartozás igazi megvalósítása? Ezen kívül egyébként az évvége során még a Kesmától rám szakadt pár millió forint, ugyanis négy évvel ezelőtt hát egyáltalán nem az évembere díjának voltam a várományosa, hanem akkor még terrorveszélyt jelentettem az országra, és ilyen címadással megjelent különböző címlapok, illetve híradó részletek árasztották el a nyilvánosságot. Konkrétan egy híradó részlet így tudósított az én esetleges terrorveszélyemről. Szervezetten próbál Gulyás Márton anarchiát kelteni Magyarországon. A garázdaságért elítélt Gulyás az Antifa nevű szervezetet hívta a szombati tüntetésre. A csoport volt felelős a tavalyi hamburgi zavargásért is. Felgyújtott autók, szétzúzott üzletek, rengeteg sérült. Ilyen pusztítást végzett az Antifa szervezet tavaly a hamburgi tüntetésen. Gulyás Márton most ezt a csoportot hívta be Budapestre a szombati tüntetésre, erről írt a Riposzt. A portál szerint ezt Gulyás egy korábbi nyilatkozata is megerősíti, idézem, ha a kormány nem tér jobb belátásra, akkor fel fogjuk bontani az együttműködést az államhatalommal. Fel kell készülni a blokkádokra, épületfoglalásokra, közterületek elfoglalására. A szervezet a röszkei tüntetésen is jelen volt Gulyás Mártonnal és Juhász Péterrel együtt. Georg Spötle elmondta, nyilvánvaló a kapcsolat a garázdaságért elítélt Gulyás Márton és az Antifa között. És nyilván azt akarják elérni, hogy ne csak egy békés vagy viszonylag békés demonstráció legyen, hanem az egész átforduljon anarchiába. Ugye meg is mondta Gulyás Márton, hogy törni, zúzni, rombolni akarunk. Tehát nyíltan kimondta, hogy mi a tüntetésének a célja. Több bejegyzés hirdeti, hogy buszokkal és repülőkkel szállítatják a Riposzt által csak soros rohamosztogosokként említett zavargókat külföldről. A Riposzt azt is tudni véli, hogy az Antifának a célja ugyanaz, mint Hamburgban, törni, zúzni, anarchikus állapotokat teremteni, kihasználva a demokratikus választásokon csúfosan leszerepelt ellenzékiek elkeseredettségét. Négy év után tudta kimondani a magyar bíróság ezekről a tudósításokról, hogy nettó kamuk, illetve úgy ítélték meg, hogy azért néhány millió forintot ezért igenis perkeljön a Kesma. Én pedig úgy ítéltem meg, hogy ebből a néhány millió forintból most egy millió forintot felajánlok a tanárok számára, akik hétfőn figyelmeztető sztrájkba fognak kezdeni. Magyarországon a tanárok élethelyzete egész egyszerűen rendezetlen, a megélhetésük katasztrofális. Ugye friss hír, hogy már Romániában is 50 ezer forintot többet keres egy pályakezdő pedagógus, mint Magyarországon, úgyhogy ideje van a figyelmeztető sztrájk. Itt van velünk a vonalban elvileg a pedagógusok szakszervezetének alelnöke, Tocsik Tamás. Szervusz Tamás, köszöntelek az adásban. Szervusz Marci, üdvözlök minden kedves tévénézőt. No hát, akkor így szeretném kinyilvánítani a szolidaritásomat felétek, remélem, hogy lesz ennek a pénznek. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy röviden mondd el pontosan, mit jelent ez az úgynevezett figyelmeztető sztrájk, amire hétfőn készültök. A figyelmeztető sztrájk azt jelenti, hogy a kormány részére nyomást próbálunk gyakorolni, hogy az általunk beterjesztett pedagógusok jólétét és jövedelmét érintő kérdésekben a meglévő álláspontján változtatjon. Az egyik alapvető álláspontunk az, hogy a versenyszférához közelítő béremelést eszközöljön számunkra, a másik az, hogy az Európában legmagasabb tanítással lekötött munkaidőt az európai átlagos szintre csökkentse le,
A harmadik az, hogy a technikai alkalmazottaknak a bérét emelje meg, 12 éve a minimálbéren tartják a technikai alkalmazottaknak a bérét, illetve az utolsó, a nevelés-oktatás segítőknek a munkaidejét, amit gyermekekkel töltenek, az 35 órába korlátozva, mert jelenleg 40 órás időkeretben és gyerekek között vannak, ez fizikálisan és mentálisan ezeket a kollégákat teljesen tönkreteszi. Jó, tehát akkor összefoglalva azt lehet mondani, hogy a megélhetéshez szükséges, érdemi, tisztességes béreket a pedagógusoknak és a közoktatásban dolgozóknak. Pontosan. Az általad felajánlott 1 millió forintot azoknak a kollégáknak fogjuk felajánlani, akik nem szakszervezeti tagok, és a március 16-ai sztrájkban részt vesznek. A másik nagyon fontos üzenetünk pedig az lenne, hogy január 31-én a két órás figyelmeztető sztrájk napján 13 óra 30-kor a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Szakszervezetek Együttműködési Fórumú, illetve a Teherfuvarozók Szakszervezete egy forgalomlassító sztrájkot szervez szolidaritásként a pedagógusokkal, és kérjük, hogy mindazok a szimpatizások, akik egyetértenek azzal, hogy a pedagógusok életkörülményeit javítani kell, azok jelentkezzenek a pszkukacpedagógusok.hu-n, és nagyon sok szeretettel várjuk a Szép Művészeti Múzeum előtt hétfőn 13 óra 30-kor a közös felvonuláson. Sok sikert, Tamás! A nézőink számára pedig mondanám, hogy akinek van lehetőség, hogy anyagiakkal támogassa a szakszervezet törekvéseit, az a képernyő alján olvasható számlaszámon ezt megteheti, illetve akinek erre nincsen lehetősége, de szeretné más módon kifejezni a megbecsülését, a szolidaritását, az együttérzését, az pedig akkor csatlakozzon a sztrájkhoz, csatlakozzon a tanárok követeléséhez. Hajrá, Tamás, minden jót nektek! Mi köszönjük a támogatást és a segítséget. Jó egészséget mindenkinek! Hát ugye, ha már nem tudom, Orbán Viktor nem rendezte a pedagógusok bérét, akkor így a Kesmától elnyert pénzen keresztül ezt megtette, most mégis elment az áram. Ó, basznál telibe. Hát nem kibaszta. Kibaszta? Ó, a faszomat azt. Ó, hogy basznál teherbe a tetves, retkes, zsiráf, cigány, kurva anyját, aki felbassza ide a faszomba ezt a geci biztosító szekrényt. Hát hogy lehet egy ekkora ládába beletenni, bazd meg, egy ekkora... Azt mondd meg nekem, hogy a mókus román kurva anyjába vitte fel ide a faszomba ezt a szart. Faszom öccse, adjál csavarhúzót, hogy haladjunk. Ezt a trágya, geci. Zoli, vigyázz, hogy hová nyúlsz, bazd meg, meg ne basszon. Ne gecizd már velem, te is, Sanyikám, ma kezdtem, bazd meg. Faszomat. Látod, Lacikám, ezért nevezni. Tudsz meg ezen nevetni? Hogy? Tudsz meg ezen nevetni? Engem azt idézik be, hogy ez egy fontos időszak volt az életemben. És amikor ezt csináltuk, ez egy improvizáció volt. Igen, a Fekete Ország című előadásban. Két akkor Színház Schilling Árpád rendezte. Nem gondoltuk, hogy majd egy ilyen kultikus. Hát ugye ez 15 évvel később, 17 évvel később, mindig. Halálosan fáraszt már azért ez téged? Hogy mondod? Halálosan fáraszt azért ez már téged? Meg volt. Én nem nézegetem, aztán nyilván vissza majd. De az inkább csináljuk egy interjút, nem? Legyen úgy. Jó, oké. Akkor a péntek esti Partizán színpadán következik Mucsi Zoltán. Szervusz Zoltán, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz Márton, köszönöm a meghívást. Jaj. A Bérces László készített veled egy életút interjú kötetet, amiről már több interjúban is beszéltél, de van egy aspektus, amiről igazából szerintem még nem. Nevezetesen, hogy ahogyan beszélsz a magyar vidékről, a faluról, azért az elég erőteljesen kikezdi azt a fajta ilyen romantizáló képet, amivel általában szokás beszélni nagy tisztelettel a vidék Magyarországáról. Tehát azért elég erőteljesen leírod az a fajta sivárságot, kilátástalanságot, adott esetben ridegséget, ami például jellemezte azt a települést, ahol te fölnőttél. Te mit gondolsz erről, hogy miért van az, hogy miközben egyébként
A szép irodalmi hagyománya is van ennek, faluszociográfiai hagyománya is van annak, filmművészeti hagyománya is van annak, hogy azért a magyar vidék az nem biztos, hogy azokhoz az értékekhez kapcsolódik, mint amit szeretnének láttatni sokan róla. Tehát, hogy azért itt van egy olyan probléma, hogy a magyar vidék az nagyon sokszor bizony, a elmagányosodás, a depresszió, az alkoholbetegség és így tovább, melegágya is egyben. Te nem érzed azt, hogy sújtan egy általános őszintétlenség a közbeszédet a magyar vidék valódi állapotát illetően? Azt gondolom, hogy nem csak ezzel kapcsolatosan van ez az őszintétlenség, ami szerintem sokkal több kárt okoz, mint szembenézni bizonyos dolgokkal. És ha szembenézünk, akkor van a lehetőség, hogy már látjuk a problémát, és azon a lehetőséghez képest megpróbál javítani az ember. És ez a típusú őszintétlenség téged érzelmileg hogy érint? Dühít, elkeserít? Hát dühít, hol elkeserít, hol elkedvetlenít. Rossz órákat vagy napokat tud okozni. Most nagyot ugrunk, tehát engem a nemzeti konzultáció kérdései, azok falhoz szögeznek. Tehát, hogy feltenni olyan kérdést, most túlzok, és nem azt idézem, mert körülbelül ilyen színvonalúnak tartom, hogy mit szeretné, hogy szívlapáttal arcon csapjanak, vagy hogy emelkedjen a nyugdíj? És akkor ilyenkor az ember nem dönt könnyen, mert nehéz kérdés. Honzó alternatívák versenyt. Nehéz ki, hogy a dilema, hogy melyikkel járnék vajon jobban. Vagy hogy mit szeretnél, hogy édesanyjádat a migránsok megerőszakolják, meg a hugodat, vagy hogy olcsóbb legyen a kenyér, és meg kétszereződik a fizetésed, és itt már teljesen padlóra kerül az ember, hogy mit válaszoljon, ha felelősség teljesen gondolkodik. Most ezekkel a hazugságokkal nyilván minden normális ember így van. Úgy, szerintem szomorú dolog, hogy a felé megy a világ, és ez nem két percet történik így, hogy a felszín, hogy ami csillog, azt mutatjuk, ami rossz, vagy rossz fényt vett a mindenkori kormányra, azt lát akarjuk szépen. Szerintem egy nagyon hibás gondolkodás. Egy másik izgalmas vonulat, ami kiderül a kötetből, egy ilyen, ami édesapád és édesanyád is jellemző, ez a düh megéléseire való képtelenség, és az ebből adódó dühkezelési problémák. Ugye édesapádat úgy írod le, mint aki képtelen volt kiadni a dühét, az édesanyád pedig úgy, mint aki képtelen volt fékezni a dühét. És ez a kettősség, ez igazából a színészetedben is abszolút jelen van. Tehát azok az ikonikus figurák, akikkel azonosít mondjuk a közönség, azok részben ilyen magukat emésztő, a dühüket megélni képtelen figurák, akik közben iszonyatos haragban állnak a világgal, másrészt pedig olyan figurák, akik elképesztő verbális agresszióval adják ki a dühüket, amikor nem tudnak valamit megoldani. Szerintem ez egy általános társadalmi kérdés, hogy nagyon sok szinten látjuk ezt Magyarországnak, hogy így egyéni és társadalmi szinten is a düh megélésének a képessége, annak a kezelésének a képessége, az így kriminálisan hiányzik. És hogy igen, nagyon érdekel, hogy egy ember, aki végletes idegállapotokkal és érzelmi állapotokkal dolgozik, ez a szakmája. Egy hónapban akár 28 estén keresztül is nagyon eltérő idegállapotokat dolgoz föl, akinek a gyerekkora ilyen szélsőségek között telik el, annak hogyan fejlődik ilyen értelemben véve például a dühkezelési képessége? Nyilván mivel nem 24 éves vagyok, ami gondolom látszik is. Én nem mondtam volna, ne aggódj. Ez alatt változik az ember, tehát én jelentősen higgadtabb figura vagyok, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt voltam, vagy 30. De azért, mert a színpadon kiadtad, filmben kiadtad? Meg nyilván az ember igyekszik dolgozni magán, meg azt éreztem, hogy elmúlt a felett a viselkedés, vagy probléma megoldás, probléma kezelésnek van rá más módszer is. Tehát amikor az a fajta szorongás, aminek bennem elég sokáig volt ezen a pályán, hogy én nekem van-e helyem ezen a pályán, megfelelő ez a pálya nekem, hogy lesz-e helyem, vagy valamire jutok. És amikor elérkezett egy olyan
pontra, amikor magam is úgy gondoltam, hogy talán valamilyen színvonalat ez közvetít, amit el lehet, hogy én akkor még nem képviselt olyan színvonalat, mint én gondoltam, de számomra ez megnyugvást jelentett. És akkor úgy döntöttem, hogy én nem úgy szeretném a problémáit megölni, megoldani, hogy Szolnokon szétverem, ami üveg van. Volt ilyen? Volt. Az mit jelent, hogy ami üveg van, ablak? Hát amikor jössz le három emeletről, és amivel ablakkal, ajtóval találkozol, abban beleütsz, vagy belerúgsz. Hány üvegtáblát törtél össze? Sokat. És akkor volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy nem így kellene intézni dolgokat. De bocs, ez a pont, mert szerintem nagyon érdekes, most nem vetünk ezen, de hát azért amikor valaki a belső szorongását a fizikai környezet rombolásán keresztül tudja megélni, azért azt gondolom, hogy ez egy súlyos pillanat kell, hogy legyen. Mi az, ami ezen át tudott lenni? Mert nagyon sokan vannak szerintem ebben a társadalomban, akiket nem tud semmi átleníteni ezen. Én szerintem ez egy olyan pont volt, mikor történt ez, és akkor meg kellett műteni a kezemet, és ugye azt gondoltam, hogy ez így rendkívül primitív és barbár módja a dolgok intézésének. És teljesen magadtól? Igen. Nyilván ott volt a párom mellettem, én második házasságban élek, és akkor azt gondoltam, hogy én ezt nem szeretném a jövőben így csinálni. Hm. És akkor helyjel közel ezt be is tudom tartani. Nyilván nem mondanám, hogy én az elmúlt 10 évben nem emeltem fel a hangom, és volt olyan, amikor azt éreztem, hogy ez egy nagy baromság volt, vagy ökörség, vagy nem ez lett volna az elintézési mód, de törekszem rá. A te megítésed szerint a MeToo változtatott a szakmán belül az ilyen hétköznapinak számító hatalmi visszaéléseknek a természetén? Visszafogottabbá válnak az emberek, hogy mit engednek meg akár verbális agresszió szintjén? Én biztos vagyok benne, nyilván ez egy lassú folyamat. Tehát volt egy kiváltók, és ez szép lassan fog átalakulni. Tehát ma már nem kell, nincs kiírva a villamoson, hogy köpni tilos, meg szotyolázni, meg és eszedbe se jut, hogy oda köpjél, vagy normális embernek ilyen nem jut eszébe. Annélkül, hogy ki lenne írva, ez is meg fog változni, meg ki fogja vetni magából az a közösség azt az embert. Szerintem biztos, hogy van, meg visszafogottabb lett. Nyilván ebben is van mértéktelenség, vagy azt gondolom még visszaélés, meg bosszú is, aminél nem. De hát, nyilván minden változás nem vagy ilyennek van negatív velejárója is. És ezt szerintem meg fog változni. Az érdekes, hogy van egy valappangó konfliktus szerintem a nyilvánosságban, hogy miközben még az áldozatok méltóságát sem sikerült biztosítani, elismerni bármilyen módon az ő bántalmazás élményüket, hát nem tudom, milyen eszközökkel lehet, de rehabilitálni legalábbis. A közben fölmerül az a kérdés is, hogy egyébként létezhet-e visszafogadása azoknak, akik gyanúba keveredtek. Tehát ugye fű alatt például Kerényi Miklós Gábor már rendez itt-ott-tamott, de mondjuk Otár Péter esetében is fölmerül ez a kérdés, hogy örökre szilencimra van ítéltetve? Én azt gondolom, hogyha valaki x évig, vagy néhány emberre ordibált, vagy ordenárén működött, azt nem biztos, hogy fel kell négyelni, vagy kirakni a színházakra a fényképét, vagy az elrettentő példakét, és ő megnézni, hogy ő esetleg pásztornak elmehette, de azt az állatvédőkkel megbeszélni. Tehát itt átesés van. Nyilván ennek az, hogy valakit megalázok, vagy durva vagyok vele, ennek különböző módjai vannak. Tehát mint ahogy a Kresszben, hogyha én gyors hajtással neki megyek egy másik autónak, más a megítélése, mintha atomkokszan
270-nel lakott területen, és a tömegbe megyek, vagy a zebránál, tehát ezeknek különböző módjai vannak. Tehát én azért azt gondolom, hogy én kérdezem tőled, mert szerinted akiről kiderült, azt ki kell írtani a pályáról. Ez a kérdésem, hogy szerinted létezik-e visszafogadás elviekben, akár Eszenyének, akár Gotárnak, és ha igen, akkor szerinted ez minek kellene megtörténnie? Kellene, hogy legyen visszafogadás. És egy részénél, vagy sőt azt gondolom, hogy ha röviden, hogy nem ugyanúgy működne. Feltétlenül, vagy ha ugyanúgy működik, akkor ugyanúgy ki fog kerülni, és azt mondhatod, hogy nincs helye, vagy nem fogják hívni. De én azt gondolom, hogy tehát akkor ennyi erővel lehetne az, hogy kap egy életfogytiglani börtönt. De mondjuk Gotár Péter odállna eléd, és azt mondaná, hogy Zoltán, figyelj, én akarok erről az egészről csinálni egy előadást, én erről akarok csinálni egy színházi előadást, hogy elmesélj, hogy erről mit gondolok, mert azt gondolom, hogy ez kell ahhoz, hogy nem tudom én, megtörténhessen a szakmai visszaintegrálódásom. Vállalnál például a szerepet egy ilyen előadásban? Szerintem igen. Akár erről, hogyha bárki írna egy olyan drámát, vagy létrehozna egy előadást, az fontos lenne. És én azt gondolom, hogyha hívna erre, nyilván nem abban az előadásban szeretnék részt venni, ahogy azt mondja, hogy egy hős, és hogy milyen gonosz a világ, és hogy milyen mocsok volt mindenki, hogy ezt szóvá tették egyáltalán, és kicsinálták. Abban úgy nem, de hogyha erről őszintén lehetne beszélni meg, hogy mi juttat oda, mert ez is egy szocializáció, tehát annak a következménye, egyrészt személyiség kérdése, alkat kérdése, mert nyilván volt 50 éve is olyan rendező, aki nem emelte fel a hangját, és eredményt tudott felmutatni, és azt mondta, hogy ezt szerintem nem jó van, úgy van, meg volt, aki nem, de ő nyilván ezt hozta, erre volt egy mintája, mint ahogy mintákat követünk az életünkben, édesapám mintáját, a környezet mintáját ilyen-olyan módon is, vagy fel tudod dolgozni, vagy nem tudod feldolgozni, és te belerokkansz, a másik meg ezen az akadályon átmegy. De szerintem ez pontos lenne egy ilyen. Szerintem itt az, aki áldozat volt, annak a nagy része félt szólni. És hogy ez ne legyen így, erről lehet. De én szerintem kell visszaút, mert egyrészt hiszek annak az embernek, hogy ő meg tud változni, vagy legalábbis szeretne megváltozni, arra törekvése van. És arról a kritikáról mit gondolsz, hogy azért a visszafogadás első mozzanatának annak kéne lennie, hogy maguk az áldozatok adjanak felmentést, ha ők úgy értélik meg, hogy szeretnének, és megítélhetik akár úgy is, hogy nem szeretnének, mert nem képesek, vagy nem akarják ezt megtenni? Hát nyilván ez megint személyiség kérdése, az ő érintettsége, és azt mondja, hogy én nem szeretnék vele dolgozni, azt ugyanúgy elfogadható, és azt mondja, hogy nem tud ezen ő felemelkedni, vagy az egy hazugság lenne a részéről, vagy azt érezni. És azért ez egy bonyolult dolog, nehezíti az a helyzet, hogy senki nem mondta, hogy hát igen, hibát követtem el, vagy most így rám szakadt minden, és azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon sok tekintetben igazuk van. És én egy vadorzó vadállat, és sokszor talán még aljas is, és nyilván ezek az emberek ezt nem azzal a rossz szándékkal csinálták, hogy valakit csak kikészítsenek, hanem valamilyen ügy érdekében. És ugye, amiket én tudok, vagy ott egy sem mondta az, hogy igen, rettenetesen szégyellem magam. Hát elsőre senki, mindenki azt mondta, hogy ő nem. Az azért nehezíti ezt, tehát itt én azt gondolom a befogadásnak, vagy a visszakerülésnek, annak a kölcsönösnek kell lenni a szándéka, tehát
azok az érintettek, akik azt mondja, hogy nem akar, azt megkényszeríteni nem lehet. Az önéletről ez a kötetben arról beszélsz, hogy a katonaságban kerültél közelebbi viszonyba az alkohollal. Ez volt az első pont az életedben, amikor így komolyan függésbe kerültél a szertől? Hát az, hogy mennyire kerültem függésbe, ott azért komoly mennyiségű fogyasztás volt. De az biztos. Tehát előtte, azt gondolom, szerintem a 22 év alatt ittam annyit, mint ott a 20 hónap alatt. Vagy a, nem a harmadát esetleg, vagy a tizedét. És akkor összebarátkoztunk, és ez a kapcsolat máig tart, csak azt gondolom, hogy ezt is kezelem. Normalizálódott? Hát én azt gondolom, hogy igen. De most azt gondolom, hogy a pályán vagyok, nem mentem spiccesen se próbára, tehát azt gondolom, hogy ez nyilván lehetne ennél kevesebbet inni, de lehetne többet is. Az alkoholos befolyásoltság visszatér különböző karaktereidnél, és voltak olyan reklámok is, amiben például akár pont az alkohol veszélyét tudatosító ilyen társadalom szemléletformáló kampányban ezzel az eszközzel éltél, de volt egy másik kampány is, amiben szintén a piás magyar karakterével próbáltad meg kifejezni a közéleti pozíciódat. Nézzük meg most két példát ebből, és aztán beszélgessünk erről. Na, mi van, aranyapám? És szól a stresszre. Figyelj, ne igyál, figyelj, nézd meg. Engem is lekarmol az ideg a seggemig, aztán nem iszom, ha nem inni kell, mert ha iszol, akkor nem csak stresszes leszel, hanem hülye is. Nagyon hülye. Figyelj, engem is padlóra küldött a... Padlóra küldött a stressz régen, aztán ittam, nem ittam, vedeltem, mint az állat. De most már nem iszom, mert nem inni kell, nem inni, hanem kitalálni valami megoldást, érted? Én kitaláltam, aranyapám. Figyelj, ennek az itókának a neve már Coca-Cola. Coca-Cola. Nem mondom, én addig nem is kak le, meg az egész világ nem szét az összes Coca-Cola-lakást. Hajrá, Szatymas! A te tapasztalataid szerint a te közönséged mennyire fogja ezeknek a dupla fenekűségét? Tehát, hogy azon nevetnek, amint te szeretnél, feltételezem, hogy itt fölhívod a figyelmet egy problémára, egy sztereotipikus figurán keresztül. Tehát, hogy túljutnak-e szerinted azon, hogy ne a sztereotípián nevetsenek? Mert elmondok egy példát, és azt talán érteni fogod, hogy ő a dupla fenekűségét látta meg a dologban. Ugye meccsen voltam kint, egy Fradi Dózsa meccsen, amikor a Fradi pályát a régi utolsó meccs volt bent, telt ház, és a szalonspic alsó tűrés határát átlépő szurkolótársam kiszúrta, hogy ott vagyok. Volt nála így röbb hatkör sósor, ebben a műanyag pohárban, azt tudod, a... Bazd, gyere már ide, gyere, Józsi, fog meg! Ó, bazd meg, itt vagy, hát... Fú, gyere, imádunk téged, tehát csoda vagy, tehát figyelj, mi karácsonykor, szentestén mindig lejátsszuk a villanyszerelőst. És akkor azt éreztem, hogy önáll ez egy picit mellé ment, meg azt éreztem, hogy úgy szépen, hogy csengő megszól a mennyből az angyal, de, na, tegyétek be a villanyszerelőst, tehát ott én azt gondolom, hogy a dupla fenekűség nem lett megfogva. Azért azt én azt gondolom, hogy egy jelentős része meg igen, mert nem tudom, én elmegyek valamilyen ügyben orvoshoz vagy ügyvédhez, és azt mondja, hogy
ő neki mikor sok lesz, vagy a 10 órán túl van, vagy besokkal valamit, akkor betesz valamit a YouTube-ról az én baromságaim közül, és az egy picit kisimítja az idegrendszerét. És nyilván ő nem ugyanaz, nem szentestén teszi be, és másképp nézi ezt. Úgy pont már túl vagyunk karácsonyon, de lehet, hogy idén majd kipróbálom. Más majd típusú valahogy élmények a családdal közösen. Elkutatjuk ezt, és összehozlak bennetek. De nyilván meg én nem tudom, vagy nagyon-nagyon sok társadalmi problémát nem tudok megoldani. Egy jelenségre tudok rámutatni, vagy görbetükörrel, vagy drámai hangon. És olyan kritikát... És ezek, bocsáss meg, ezek görbetükrök, tehát mint ahogy a villanyszerelős is, az a valóság, az egy káromkodás árja, sűrítve van az, amivel találkozom minden nap, vagy az életem folyam, hogy elmész egy fogorvoshoz, mondd, hogy á, tehát csak ki a száját, ó, anyám, ó. Hát kigányolta így össze a maga, és elmegy a kedvet, hogy én mekkora gyökér voltam, hogy az előző fogorvoshoz elmentem, majd elmegyek a következő, az ugye, ez ki csinálta? Úristen, á, melós jön, fú, de trágya munka, ezért fizettek? Közben lever valamit, hoppá, majd ezt kirabítjuk, tehát ez van sűrítve. Igen. Ugye az úgynevezett kisember karaktereknek az ilyen legelhíresültebb példája a te pályádon, az a Tóth János karaktere, a Munkaügyek sorozat, aztán az abból készült spin-off sorozatnak a főszereplője. Nézzük meg egy rövid összeállítást, hogy kapjunk egy képet arról, hogy pontosan milyen is ez a karakter, és aztán beszélgessünk kicsit erről. Tóth úr, igen, 55 éves, 27 évet dolgozott a közigazgatásban. Tudom. Na. Ez sajnos egy nagyon rasszista ország. Az a probléma, hogy az én fehér bőrömön van egy nagy és csúnya barna folt. Itt megy a cigányozás, a zsidózás, meg a buzizás. Mármint, hogy nem itt. Mert ebben az irodában minden ember egyenlő. Sőt, még a cigány is. Ezt egy olyas valaki, akinek az egész bőre... Csúnya? Barna! Én soha nem mondtam magának, hogy a maga bőre csúnya. Csak hát valaki, akinek minden egy hatalmas polt, az hiába tanulja meg a tankönyvekből, mi az az anyajegy. Én csak azt mondom, hogy lehet, hogy vannak olyan cigányok, akik mosdatlanok, hangoskodnak és lopnak. De van ilyen mondjuk a buzik között is. Attól még nem szabad általánosítani. Így van, Károly? Kálmán. Ugye a Munkaügyeknek az előképe az Office című sorozat volt, és szerintem egy nagyon fontos különbség a kettő között, hogy az Office-ban nagyon egyértelmű volt, hogy van ez a kapitalista management kultusz, amiben iszonyatos baromságokat kell munkaidő alatt elvégezni. Ez az egész profittermelési kényszer olyan jellemeket hoz létre, amelyek hát így elviselhetetlenek, gonoszak, szóval minden szempontból bestiálisak. Viszont nálatok az egy közhivatal, ahol a Tóth János dolgozik a Munkaügyekben, és ott nagyon kevéssé lehet látni, hogy igazából ez a rossz törvényekből, a felelőtlenül működő minisztériumnak a, nem tudom, tehát a működéséből adódó kényszer, ami miatt ezek az emberek ilyen, hát szintén gonoszak, hazudósak, jellemtelenek, és így tovább lesznek. Tehát nincs meg az, hogy igazából mi váltja ki, hogy ezek a karakterek ilyen, és ehhez fogható módokon foglalkoznak egymással, meg az ügyfelekkel. Mi gondolsz erről a különbségről? Azt gondolom, ez azért műfaji különbség, amiről te beszélsz, amikor a kiváltókról. Másik meg azt gondolom, hogy itt is az is kétfenekű, hogy te rálátsz arra, vagy egyáltalán elgondolkodsz azon, hogy oké, ilyenek ezek a figurák, de mi a kiváltók? Tényleg én is találkozok számtalan ilyennel, mondja, aki nézi, és röhög, és utána azt mondja, hogy tényleg ez miért van így? Hogy ez felmerül-e, vagy nem? Ennek azért ennek a Munkaügyek sorozatnak sem, meg a Tóth Jánosnak sem az volt a célkitűzése, gondolom, amikor az alkotása, hogy ez legyen, hogy olyan társadalmi
problémákra mutattunk rá, holott én azt gondolom, hogy ez a tavó, akit beszélt az előbb, azért azt az rámutat valamire, egy társadalmi képre is. De te több interjúban elmondod, hogy mennyire törekszel az árnyalt karakterábrázolásra és arra, hogy keresd akár az egymással ellentétes igazságokat is. És hogy engem csak nagyon érdekel, én azt gondolom, hogy a te emberképeddel a Tóth János karaktere alapvetően ellenkezik, és még pedig azért, mert én nem hiszem el, hogy te komolyan azt gondolnád, hogy emberek ilyen suttyó, szemét attitűddel csak úgy léteznek, hogy annak nincsen valami oka. És ez az ok szerintem fontos egy ilyen típusú karakter ábrázolásánál. De azért ez pontosan tudod, mint a volt színház csináló ember, hogy azért az függ az anyagtól. Tehát, hogy mit veszel elő. Tehát azért ahhoz lehet, hogy én nem vagyok-e elég erős, vagy amit picit úgy érzem, hogy számon kérsz, hogy hát azért itt oda kellett volna csapni az asztalra, hogy gyerekek, ezeket a forgatókönyveket írjuk újra, vagy abban a szellemben rendeződjön meg ez a film, hogy kiderüljön, vagy mi foglaljunk állást, hogy a társadalmunkban hol van az a pont, ahol ez a rothadás elkezdődik. Ne, azért ez nem ma erre íródott. Az már más kérdés, hogy azt mondod, hogy te ebbe szerepelsz, vagy nem szerepelsz. Én nem ezt kérdezem, mert hogy... Akkor félreértettem. Ne, szerintem lehet benne szerepelni, vagy nincs bennem ilyen számonkírja attitúd. Én csak azt gondolom, hogy te Magyarország vitán fölül állóan legnépszerűbb, vagy az egyik legnépszerűbb, legismertebb. Én értem, azt gondolom, hogy azért hatalommal rendelkező színésze vagy. Tehát, hogy ha neked sincs lehetőséged arra, hogy mondjuk egy forgatókönyv vagy egy rendező esetében érvényesítsd azt az akaratulat, hogy figyeljetek, azért lehetne, nem tudom én, tehát hogy a Tóth János típusú közhivatalnok az nem biztos, hogy csak ennyi, hanem lehetne ennél kicsivel több. Tehát, hogy tényleg azt mondod, hogy te ezt nem teheted, meg neked el kell fogadnod, hogy kapsz ezt a anyagot, és az a döntésed egyedül, hogy eljátszod, vagy nem játszod el. Amit mondasz, az a lehetőségem van, hogy eljátszom, vagy nem játszom. És akkor felvetődhet az, hogy akkor ezt hogy vállalhattam el, milyen morából, hogy... Nem. Nem, de én azért mondom, nekem teljesen bizalommal kell lenni, és hittel a rendező gárda felé, és én azért azt nem érzem, hogy ez arra biztatott ez a film, hogy a közhivatalnokokat vessük meg, mert az egy undorító fajta. Vagy ha csak ezt vette ki belőle valaki, annak azt gondolom, hogy bár mindegy, hogy mit csinálok. Oké. A kapa figuráról beszéljünk. A beszélgetésre készülve újra néztem például a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpestent, ami ugye, tehát a ti kettősötök, Scherer Péterrel, a Kapa Pepe páros, az ugye már Szent Ivenéi Álom, Bárka színházas előadás, még korábban ugye te a Roncs filmben is már egy hasonló típussal kísérleteztél, de hogy a mainstream-i válása ennek a párosnak, az igazából ez a filmhez köthető. A Kapa karakter, és amit a nagy közönség társít hozzá, nem is feltétlenül ismerve ezeket a konkrét filmeket, csak látta a reklámokat, látta a filmrészleteket és így tovább, ez szerinted mennyire sajátította ki a te színészi karakteredet? Biztos, hogy valamennyire, de nem foglalkoztat, mert én közben színházban, meg filmben is volt olyan, ami másmilyen, meg nem csak a Péterrel együtt vagyunk, meg nem csak olyan figurákat kell eljátszanom. Tehát nyilván, hogy mondasz, a villanyszerelős jelenetet látta, nem tudom, 1 millió ember, vagy 5 millió, meg az újra megnézem, a Nehéz című produkciót meg mond látta 35 000 ember. Ezek nem versenyeznek egymással, az egyiknek ekkora a platformja, a másiknak meg más. Ezt elfogadtad, hogy oké, a színháznak ez a hatóköre, az internetnek meg vagy pedig az van, hogy azért ez téged zavarna? Nem zavar. Komolyan? Akkor azt mondom, amikor a Facebookra felkerült az Adivers, és azt mondtam, megnézte 400 000 ember, akkor én inkább ebben foglalkozom, hogy az egy
pici házi vers mindenkinek, Görög Attila barátomnak köszönhetően, hogy csináljunk egy klippet egy versből. Azt szerintem fontosabb, mint hogy azon rágódjak, hogy jaj, miért a villanyszerelőst nézik annyian, vagy amikor ilyen tapló vadállatot játszom, miért nem ezt? De amikor a műsor elején betettük, én azért láttam a fáradtságot a szemeden, tehát hogy már megint. Újabb interjú, és egyébként de... hat is a közönségre, tehát azt lehet mondani, hogy egyébként unnák. Nem mondtátok, nem? Tehát azt gondolom, hogy nem örülnék, hogyha most a közeljövőben megtalálna három színdarab, meg két film, és az egyikben fagylaltos kocsival kellene menni és káromkodni, a másikban festeni és úgy káromkodni, tehát... Neked is, és nekem is a YouTube egy nagyon speciális típusú ismertséget hozott el. Ugye azok a filmrészletek, például a villanyszerelős jelenet is önálló életet él, de például a Nekem lámpást adott és más Jancsó filmekből is etüdök megjelentek a csatornán, és több százezeres nézettséget érnek el, ami egyrészt tök örvendetes, hogy Jancsó Miklós filmművészet ilyen szempontból örök, vagy hát újabb reneszánszát éli. Másrésztről meg ugye nyilván felvetődik az, hogy azok, akik látják ezeket a jeleneteket, adott esetben élvezik, eljutnak-e a konkrét filmekig is, vagy sem. Nézzük meg egy jelenetet, a Ne fütyüljt, ami talán a legelhíresültebb etüd ilyen szempontból, és aztán beszélgessünk erről a dilemmáról. Ne fütyülj! Ne, nem fütyülök. De fütyülsz, én meg azt mondom, hogy ne fütyülj. Jó, ne, én nem fütyülök. Fütyülsz, bazd meg, és hazudsz. Miért? Mert egy szar szemét szaralak vagy. Kivakarlak a geciből, ugye? Idehozlak, akkor fűt fát ígérsz, igaz? Kivakartalak a geciből, vagy nem vakartalak ki? Volt ilyen. Te meg itt fütyöksz, te barom! Itt a nemzeti nagyjaink között, ahol az ősök szelleme jár, bazd meg! Itt nem fogod felverni a csendet! Bazd meg, én nem viszem el helyetted a balhét! Érted? Hát itt az én hátamon csattam minden! Érted? Értem, abszolút, csak ne fogd már nyakam, tudod milyen érzékeny, egyből feláll a faszom, hogy... Befetéma van innen. Jó van. Mondom, befetéma van. Az most mi, hogy ne szemét? Az, hogy kus van. Jaja, jó van. De az, hogy érint, hogy konkrétan egy mémmé váltál? Nem tudom, semmi nem érdekel. Semmi, tehát ez, amit mondasz, tehát az nem az én dolgom, nem tudok mit kezdeni vele, tehát lepiltani, tehát mikor erre a pályára kerültem, vagy mikor megkérdezték ötödikbe, hogy mi szeretnék lenni, akkor nem fordult meg a fejembe, hogy hát mém, de ahhoz nagyon jó kell tanulni. És hogy ez elég lesz-e hozzá, ez nem fordult meg a fejembe. Ez van, ez hozama lett annak, amit én csinálok, és tőlem független. De most kiszállt a szádon azt, hogy letiltani nem tudod. Szeretnéd? Nem fordul meg, ez engem így nem foglalkoztat. Ez a, nem tudom, én 20, 15 év, vagy 20-valány év, vagy én elkerültem Szolnokról, vagy ahogy megváltozott a pályám, vagy egy jelentősebb változás történt, vagy én népszerűbb lettem, vagy ennyi filmben. Ez nekem szerintem nem okozott 10 perc problémát, hogy hogy lehetne mémség nélkül élni. Édes jó Isten, mekkora mém vagyok, kisebb mémnek kellene lennem. Okay. Én azt érzem, mondom, hogy sok jó feladat, most is csinálok én, az én megítélésem szerint nagyszerű darabokat, amit nagyon szeretem, abban igyekszem tudásom legjavát nyújtani, aztán mikor próbálunk, akkor ugyan erre törekszem, és hol sikerül, hol kevésbé. Ugye Serepére Péterrel a párosotokat Kapa Pepe párosként szokták hivatkozni. Szerintem nagyjából mindent elmondhatok már arról, amit el lehet mondani, hogy ismerkedtetek meg, milyen a viszonyatok egymáshoz, úgyhogy most nem ebbe a területre akarok eltévedni. Ami viszont érdekelne, hogy miközben ugye a nézőművészetit is együtt csináljátok,
közöttök van egymáshoz szakmailag, számos előadásban is partneré vagytok egymásnak. A Jancsó filmek mellett is voltak más alkotások, amelyek érdemben gondoltak valamit erről a párosra, és nem csak használni akarták. Ez a használat azért rendesen megterhelte a ti kettősötöket. Nagyon sok típusú reklám és egyéb marketing tevékenység épített a ti szerepeitekre, vagy erre a kettősre igazából. És nagyon érdekelne, hogy mit gondolsz erről. Úgyhogy nézzük meg egy összeállítást, amivel megnéztük azt, hogy mik voltak a legeklatánsabb megnyilvánulásai ennek a típusú marketing tevékenységnek. Igen, már megint. Akartam kérdezni, figyelj, tehetséges vagy, kreatív, mit tudom én, jó, vannak, érted, mindenkinek vannak színészi hiányosságai, nyilván neked is, de figyelj, kapa, miért kell ezeket a szar reklámokat csinálni? Ez is meló. Öröm szállott most a házra, megtérült havi vásárlása ára. Legyen ön most boldogabb, meghoztuk a dolgokat. Kretén. Ó, na, te hiányoztál. Ugyanúgy négy kereke van, mint a szarabb autóknak, csak ez jó autó. Megnézzük a hátulját is. Elaludtál, barátom, mi? Miért nem százalékoltatod le magad, te szerencsétlen? Fordíts már el! Hát mit bazsajogsz, te majom? Ennyire jól fizetne, mi milliókat kapsz érted? Mi mit gondoltál? Anyád barnuljon le, te. Mi az anyádat idegeskedte ála? Te pampogjál, nyugodjál már le! Kockázatok és mellékhatások tekintve, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz. Ez a típusú kihívás, ez abszolút a ti generációtokkal érkezett el Magyarországon, hogy ugye, tehát ilyen kapitalista viszonyok között egyszerűen a színészet is árucikké válik. Te ezt hogy éled meg? Nyilván, ugye én is fizetésből élek, és minden valószínűség szerint, ha én bizonyos munkákat nem vállalok el, akkor ha csak én színházi fizetésből élek, akkor valószínűleg nincs lakásom, nincs autóm, és nem biztos, hogy a gyerekek abba az iskolába járnak, ahová jártak. Így ez a válaszom erre. Szerintem félrejött, ezt most úgy érzem, hogy megbántottál volna, vagy értenek talán a felvetést, mert szerintem ez nem egy egyéni döntés kérdése. Nekem sokkal inkább az érdekel, hogy az ilyen típusú munkák azok, amik ma érdemben megfizetnek egy magyar színészt. Ez és a film. Ez nagyon keveset nekem van, vagy áll a rendelkezésére, és ebből nyilván iszonyatos megélhetési feszültségek vannak a szakmán belül, iszonyatos kilátástalanságok vannak a szakmán belül. Hát egyszerűen egy színházi színész az olyan fizetéseket kap, hogy ahhoz képest majd, hogy már a tanárok is jól fizetetnek mondhatóak bizonyos régiókban. Tehát, hogy ezt senki nem gondolja, hogy egy színházi ember színházi munkából nyilvánvalóan nem tud megélni, és nem az, hogy jól nem tud megélni, hanem sehogyan nem tud megélni. És hogy engem csak ez érdekel, hogy te nyilván egy különösen sikeres művész vagy olyan értelemben is, hogy az anyagi megbecsültségben is részed volt. Tehát az kellett, hogy ilyen típusú reklámokból érdemben megfizessék a munkádat. Te hogy látod ezeket a kényszereket, amelyek ilyen szempontból a magyar színészt sújtják? A szomorú, rettenetes, tehát most azt gondolom én, hogy az egyetemre a kikerült fiatal kolléga, a budapesti, nem budapesti lakos, akkor a színházi fizetéséből, amit egy társulatnál tölt, az nagyon problémás megélhetési lehetőség. Tehát, hogy ő fizessen albérletet, és fenntartsa magát. Erre, amit kérdezem, hogy ezt hogy látom, hát ez szörnyűséges. Tehát, hogy mit tudom én, egy 23-25 éves pályakezdő ember rögtön a pályá elején ilyen helyzetbe kerüljön. Azt szerintem önmagában rettenetes. És azt sem látom, hogy ez a közeljövőben jelentősen fog javulni. És tud ez javulni anélkül, hogy nagyon sokan összefognátok, és erről valamilyen módon elkezdenétek a párbeszédet, vagy erről valamilyen módon tudatosítanátok a szakmátokat, hogy ebben van egy sorsközösség, ami a vigyánszkistákat, a nem vigyánszkistákat is egyaránt összeköt? Meg még sokakat másokat is nyilván. Ennyi, ez, amit mondasz, nyilván vannak olyan emberek,
akik erre képes lenni. Én erre alkalmatlan vagyok. Tehát én elég hamar becsődölnék az ott kialakult vita miatt, vagy ezt hogy kell csinálni. Nyilván erre van minta, azt kellene lekoppintani, de hát nyilván színházi minta nincs, azt mondom, az amerikai film ez szakszervezet. De ezt mire lehet megcsinálni Magyarországon? Hát erre azt kell, hogy mondjam neked, Márton, nem tudom. Nem fogadom el, mert például a United Artistot, azt a Chaplin, tehát azok a sztárok csinálták meg Amerikában, akik, hát a Pandany azért te vagy magyar filmgyártásban, tehát hogy te egy olyan közkedvelt, szakmailag elismert, a szakmán belül is egyébként autoritásként elfogadott figura vagy, akinek nyilván lenne szava abban, hogy van-e filmes akár, vagy színházi szakszervezet, vagy sem? Ja, mondom, az alkalmasságom, egyrészt az idő, ez egy nagyon komoly embert próbáló kihívás lenne, hogy én azt mondom, hogy ugye házalnom kellene először is színházakba, meggyőzni, hogy jelöljön ki minden színház, két-három, nem tudom, akit azt mondja, akkor üljünk le, ezt menjünk végig, keressünk egy ügyvédet jogilag, hogy lehetne. Erre én azt érzem, hogy nekem a képességbeli hiány is, és energiahiány és időhiány együtt. És az sem egy vonzó perspektíva, hogyha mondjuk lenne egy ilyen együttműködés, és rákényszerítenének a mindenkori magyar államot, hogy fizesse meg a független színházakat, akkor lehet, hogy kevesebb ilyen reklámot kéne csinálnod. Én azt gondolom, ne, értem, és azt kell mondanom, hogy igazad van, és ebben még azt is mondhatom, hogy az a felelősség, ami az én korosztályomat terheli, mert ugye, ha csak a rendszerváltást vesszük, és erre lett volna mód az elmúlt 32 év alatt, és nem tettünk, hogy mit hagy az én generációm a fiatalokra, akkor nem lehetek a legbüszkébb magyar színész. Ebben személyes felelősséget is érzel? Azt gondolom, hogy igen. Nekem az nem egyértelmű, hogy amikor arról beszélsz különböző egyéb interjúidban, hogy tartózkodsz a politikai véleménynyilvánítástól, akkor ezt azért teszed, mert az a meggyőződés, hogy neked színészként ez nem feladatod, vagy pedig inkább egy olyan félelem van benned, hogy az olyan konfliktusokkal jár, amire te nem vagy kész, és nem akarod, hogy ezek jellemezzék az életed. Azt gondolom, hogy van benne félelem, meg 90-ben, mikor rendszerváltás volt, akkor én nagyon naívan azt gondoltam, hogy milyen fantasztikus, hogy az én életemnek megadatott az, hogy egy ilyen történelmi pillanatnak a szereplője vagyok, és valaki azt meséli, hogy ez 32 év után, vagy 20 évvel utána ilyen lesz, akkor azt mondom, hogy battyogjunk el egy elmegyógyászhoz. Ma azt gondolom, hogy nekem kellett volna elbattyogni, hogy mennyire naív vagy hülye vagyok, és azt gondoltam, hogy lehet mást gondolni, és azt a véleményt elmondani, és nem értünk egyet, akkor azt megvitatjuk, vagy törekszünk arra, hogy egyetésre, és ha nem, akkor meg elfogadjuk egymást. Na most ettől mi nagyon messze vagyunk. Ez volt valaha az elmúlt 30 évben szerinted? Az a 90, az nekem milyen pillanat volt, amikor én ezt gondoltam. Nem, a pillanaton de tudtam. Ilyen szélsőség felé, amerre tartunk, vagy ilyen megosztott, akár ez a szakma, akár ez az ország, nem volt. És az szörnyű, és én nem meghallok, foglalkozom, mert ott van a politika mindennapjainkban, meg szerintem mindenkiében valaki egy mukkot nem szól róla, akkor is az is egy állásfoglalás. És én meghallom például azt a szót, hogy karaktergyilkosság, és elkezd remegni a fejem, mert azt gondolom, hogy az aljasságnak milyen jó nevet adtunk. Tehát a másik kinyírására, és ez hozzá tartozik a politikai szakmához, vagy nem csak a
politikairól, ha én egy olyat mondok, akkor hogy lehetne kinyírni annak az oldalnak, hogy van lehetősége, akinek nem tetsző az, amit én véleményt mondok. És erre van egy félelem, lett. Én azt gondoltam, vagy gondolom, nem vagyok gyáva ember, nincs idegrendszerem, semmim hozzász, aztán néha ezt én megkillódom a magam módján, mert én azt gondolom jelen pillanatban, hogy én teljes nyugodtsággal tükörbe tudjak nézni, hogy akkor abba kell lehagynom a szakmát most, mert ebben most nem lenne szabad részt venni. Pontosan miben? Ebben a megosztottságban, abban, hogy én hová megyek dolgozni, akkor, ha, tehát nem most tudom, amikor a Jancsó hozni? Filmeket csináltam, akkor egy szadeszos faszkalap voltam, amikor a kálomista filmeket csináltam, akkor meg egy fideszes segnyaló lettem. És én észre se vettem, hogy ennyit változtam. És ehhez nekem nincs kedvem, és szörnyűnek tartom ezt a világot. Tehát, csak hogy pontosan értsenek, azt mondod, hogy most nem lehet olyan döntést hozni, hogy ne ide vagy ne oda soroljanak be, és ebből a szempontból, ha megtehetnéd, te most szívesebben függesztenéd fel a színházat, vagy úgy egyáltalán a színművészeti tevékenységet? Azért, mert nincs kedvem azokhoz a harcokhoz, tehát ha az vélemény, én álltam őrt az SZF-én. Megvittem oda a dolgokat, és nagyon egyetértettem azzal, hogy ezt, ami történt, ennek nem lett volna szabad megtörténnie, és főleg így nem. És biztos, hogy ahogy volt előtte az SZF-e, az nem volt hibátlan. De nagyon kevés olyan dolog van, meg olyan személy a világon, aki hibátlanul működik. Azon lehetett volna javítani, de nem így, hogy berúgom az ajtót, és azt mondom, hogy itt át van szervezve minden. Ez nem módszer, ez tőlem távol áll. Annyit tudtam, hogy én oda mentem, erről néhány riportbe elmondtam a véleményem. Annyira súlyos vagy kellemetlen következménye ennek nem volt, csak amit látok én abban, nincs kedvem részt venni, és nagyon sokszor megfordul, hogy én elgyávultam, vagy én kimentem a részemről ennyi a Madács térre tüntetni, mikor meg volt szervezve, vagy hogyha megkérdezi valaki a véleményem, elmondom. Én nem vagyok a zászlóvivő típus, meg nyilván van sok tekintetben keserűség, meg eredménytelenség. Tehát én 79-től nagyon sok papírt írtam alá, hogy mi ellen tiltakozunk, miért. Az eredmény azt mondom, hogy hát talán a 0,1 ezrelék fölött van egy picivel. És az nem egy sikerélmény. És picit értelmetlennek, van az a fajta keserűség, hogy mikor megszűnt a Bárka Színház, köszönhetően elsősorban az akkori polgármester úrnak, és ez lezáródott, nem emlékszem, és hogy bárki szót ejtett volna. Csak nem az, hogy kimennek tüntetni semmilyenről, csak hogy valahol, hogy jaj, de kár. Vagy ez nincs így jól. Lehet, hogy büfében elhangzott. És akkor én azt gondolom, hogy ennél én valamivel többet tettem, a hasznát tekintve eredményességét nem. És nincs kedvem hozzá, nincs energiám, tehát
Ha csinálom, akkor a színházat, vagy pénzt szeretnék keresni, a gyerekeimet felnevelni, a családommal lenni. És bizonyos harcokban nincs kedvem, tehát van egy keserűség, tehát az egy nagyon rossz világ, és nem fogok megnevezni embert, akivel azt mondom, hogy nehéz lenne beszélgetnünk. Tehát ismerve a múltját. Neked? Most bocsáss meg, számonkérésre foghatni, igazából az irítség szól belőlem, így hallgass. Tehát együtt dolgozol, vagy nem, dolgoztál Károlyista Gáborral, Siling Árpáddal. Szerintem te egy olyan közszentelő rendű ember vagy. Úgy lenne nehéz beszélni, hogy nekem esne nehezemre vele beszélni. De miért? Miközben azt gondolom, hogy neked van hozzáférésed olyan emberekhez, akik nem, hogy nem beszélnek egymással, hanem feltehetően nagyon komoly sérelmeket ápolnak. Csak egy dolgot engedj még meg, hogy például Szarvas József, neked nagyon fontos szakmai szövetségesed volt egy időben. Ő jelenleg ugye az új Színház és Művészeti Egyetemnek, vagy az alapítványnak a Berkein belül osztályvezető tanár. Vele például arról a kiállásról, amit te tanúsítottál az SZFE mellett, beszéltél, vagy tudtál bármilyen módon értekezni? Nem, és azt mondom, hogy majdnem lehetetlenségnek látom én ezt. Megpróbáltad? Nem. Nem, de... De miért értelmetlen lenne? Én azt gondolom, igen. Tehát azért azt érzem, hogy a részedről ez ilyen álságosság, hogy nehéz lenne, hát pontosan tudod, tehát nem tudom, olvastad a Rátóti alföldi levélváltást. Igen. És itt nem látom a közeledési pontot. Tehát egyik részről volt, és akkor tehát azt én meg tudnám tenni, amit mondasz, meg fel tudnék hívni embereket, mert szerintem a szakmából kevés ember van, akinek a telefonszámát nem tudnám két percen belül megszerezni, vagy felhívni, de az, hogy a mi álláspontunk közelítsen, vagy abban, hogy hogy lehetne egyesíteni, abban azt jelen pillanatban, és ez lehet, hogy tragikus, reménytelennek látom. De akkor ebben radikálisan változott az álláspontod, mert ha akár azt nézem, hogy a Vecsei Miklóssal milyen Facebook posztot fogalmaztatok meg, ahol a párbeszédet sürgettétek, akár megnézem, hogy hogyan nyilatkoztál ATV-ben, Alindánál és így tovább. De radikálisan azt mondtad, hogy valamilyen típusú párbeszédet el kéne kezdeni, és most azt mondod, hogy látom, ez az attitűd, ez áll naív. Azt érzem, tehát most olvastam, vagy ugye megjelent a kancellár úr, hogy körülbelül 10 év, hogy ez a kulturális Szarka Gábor, igen. Misszió, amit folytatnak, annak az eredményei kivirágozzanak. És az engem reménytelenséggel tölt el, mert emögött vannak, akik azt mondják, hogy igen, Gábor, de hát ez a 10 év nehéz lesz, de megküzdjük és megváltozik. Azzal azt gondolom, hogy aki emögött áll, és így gondolja, hogy ez helyén való, és ami történt akár, amikor a Hasival csináltuk a fotót, akkor én ezt teljesen komolyan gondoltam, erre senki nem jelentkezett, hogy ez de jó ötlet, de egy telefon, vagy egy üzenet. Amikor kiraktátok a Miklóssal közös fotótokat, igen. Arra senki nem reagált, hogy jaj, de jó, tényleg üljünk már össze, mit beszéltem a Janival, a Dezsővel, a Rezsővel, a Mónikával, és hogy üljünk le egy kis körbe, hogy hogy lehetne. Tehát, és aztán azt mondja az ember, hogy jó, ennyi. Érte ezt a letargiát, és nem számon kérve, de hogy közben meg nyilván az van, hogy ezek az állapotok maguktól nem változnak meg. Tehát, hogyha nincs azok, akik ebben nem érdekeltek, nem küzdenek ellene, akkor ez az állapot fog győzni. Én ebben azt gondolom, hogy amit mondom, hogy én nem az a vezető típus vagyok, majd aki megjelenik a mögé, akkor oda fogok állni, amikor értelmét látom, akkor igen. Én ezt magam nem tudom megcsinálni, tehát mondom, minden képességbeli meg. De azt mondom, én nem vagyok erre képes. Nem az a alkat vagyok. Oké. Okay. A záró kérdés igazából az úgy szól hozzád,
hogy ugye a Kapa Pepe párosnak a legalapvetőbb humorforrása az az, hogy van valami konfliktus, amire iszonyatos ingerültséggel válaszolnak, megy egymás között a csitítgatás, az egyik inkább mérgesebben reagál, másik kevésbé. Tehát, hogy az indulattal való megküzdésen keresztül foglalkoztak a problémával. Szerinted mi kellene ahhoz, mert hogy most beszélgettünk, megérkeztünk igazából oda, hogy egy ilyen nagyon letargikus állapotról tettél be a bizonyságot a közéleti viszonyunkat illetően. Tehát szerinted mi kéne ahhoz, hogy a Kapa Pepe páros az elégedetlenség megnyilvánulására ne indulatból reagáljon, hanem elkezdjen mondjuk szervezkedni? Sarokba szorítottál, Márton. Nem az volt a célom. Nem tudom. Amit mondtam, hogyha ennek az élére vagy valaki megkeresne, most azt mondom egyáltalán azt, hogy beszélgessük a másik oldalról is, vagy ennek én látnám a szikráját, hogy van értelme, akkor ebbe azért szívesen elvetném magam, hanem akkor azt gondolom, hogy vár még talán olyan feladat, amit szívesen megcsinálok, talán még egy picit is szólni is fog erről, hogy egy picit másképp kellene eléteznünk, és az valamilyen hatást. Lehet, hogy nekem ekkora a hatásköröm. Uh-huh. Mert hogy nekem nem nagyobb. Zoltán, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Mostanában szoktam ezt, de nem, mielőtt a újdonság, hogy mikor ilyen beszélgetésem van, négy sort elmondanék, egy Illu István szolnoki munkáskövető volt, és előtte mondani, hogy mindenki majd utána eldönti, hogy mikor, mire, hogy kell nemet mondani, vagy kell-e. Ez négy sor, és utána lezárhatod ezt az estét. Krisztus markába szöget vertél, dózsa húsából ebédeltél, Hitler taktusra meneteltél, nemet mondani sosem mertél. Ucsi Zoltán, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én nagy tapsot szeretnék kérni Ucsi Zoltánnak. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Nincs még vége a műsornak, mert most következik a Partizán Session, a Partizán stúdiójában következik Poli. Következik most a Partizán Sessions, a péntek esti Partizán zenei blokja. A mai vendégem Holi, szevasz, köszöntelek a stúdióban. Hello. Ugye punk zenészből indultál, hip-hop zenészként tartanak most számon téged. Azoknak, akik esetleg most találkoznak veled először az életben, mégis hogyan jellemeznéd a zenédet? Igazából eléggé ilyen ad-hoc jelleggel történt ez az rappelés, úgyhogy még a következő, most már egy gitárom van otthon, úgyhogy tök változó, inkább az ilyen, nem is tudom, a tartalmi dolgokra próbálok így jobban ráfókuszálni, vagy hogy valahogy az volt az, ami kiindította az egészet, és a forma az csak utána jött. Oké. Az interjúidban, meg a dalairól szóló kritikákban is kihangsúlyozzák azt, hogy mennyire meglepő az, hogy a csajozási képtelenségedről énekelsz, hogy egy ilyen antikivagyiskodó hip-hop attitűdöt képviselsz, és hogy előszeretettel nyúlsz egészen erőteljes érzelmi hatásokhoz is. Hol hajlik ez át szerinted gicsbe, vagy igazából a te véleményed szerint mi a gics, ha nem az, amit te művelsz? Hát simán az. Simán az? Persze, gondolod, simán. Vállalom. Ez a te véleményed, vagy ezzel találkozom, mint vélemény? Szinte még az enyém is, de szerintem az nem baj. Vagy hogy én ezt úgy kezelem azt a másfél hónapot, amikor az megszületett, hogy az így valahogy kellett, és akkor ez jó volt. Szóval már nem is boncolgatom, de hogy szerintem gicses amúgy, ez benne van. Túlságosan félünk a gicstől, bátrabban kellene nyúlni az érzelmektől hozzá. Kicsit igen, de még én is balanszolok, hogy mit lehet megengedni. Lehet, hogy kicsit túltoltam. Lehet úgy jellemezni, 2021 volt a betörés éve a karrieredben. Hát, betörés azért. Áttörés. Hát az is túlzás. Elindulás, ismertség. Azért nem lehet itt ilyen nagy számokról beszélni, de mindesetre ismertebb lettél széles. Ez igaz, ez tény. És 2022-re nyilatkoztál úgy, hogy ez igazából a professzionalizálódás éve lesz a számodra. Ennek mi a veszélye szerinted a művészetre nézve? Tehát, hogy veszélyeztetheti-e ez azt a típusú autenticitást, amit képviselsz?
Hát végül is nem lesz itt semmiféle profizmus, kiderül. Mert már így dolgozgatok a kövi dolgokon, és szerintem úgy értem, hogy minőségi szinten, tehát mondjuk hangfelvételben lehet, hogy kicsit jobbra rápróbálok menni, de ez is ilyen elég szóló lesz, szóval. Tehát akkor a kicsfaktort semmi nem veszélyezteti. Azt hát talán az én saját ízlésemnek a változása. Na jó, akkor érdeklődve fogjuk követni a produkciót. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, a péntek esti Partizán stúdiájában következik Holly. Szép remény, ami a rettegés peremén visszagördült a megvalósulása előtt belém. Inkább bele sem mentem, mondom, úgyis vesztenék. Mennyi benragadt félkész szám kezdemény. Elém tárult egy kép, hogy ami nekem teljes egész. Egy objektív mércével az édeskevés. A lelkesedésem egy tűz, ami égő. A szív és az ész az, aki elfújja, hogy ez égő. Mennyi kíváncsiság, aminek az útjába álltam. Még úgy sem volt mersem, ha fúra beálltam. Összeszámolni is nehéz, a repülni kész szárnyaimat ért. Újabb és újabb törést. Mennyi szenvedély, amiből hiányolta a mélységet. A gondosan kidolgozott, definiált személyiségem. Ez a hullamerev arc, ami csak látszólag él. Mindenkivel összemér, megítélés közben non-stop fél. De ma nem fogok félni, ma csak vállat vonok. Ma nem akarok semmit, mert ami kell, az jönni fog. Ma totál leszarom, hogy lesz-e esküvői bálom. Vagy hogy híres leszek el meg az összes kamu álmom. Nem fordulok vissza, és utólag se bánom. Ma nem kételkedek, ma csak simán csinálom. Nem pakolgatom agyasan szépen a szavakat. Ma csak mondom, amit kell, ahogy jön, ahogy akar. Nem érdekel, hogy hangzik, ez nem költészet. Nem készültem soha egy bölcsésznek. Minden vagyonom, ami van, az a lelkemből fakad. A fejemből csak a sav jön, meg a szépelgő szavak. Nem is ez vagyok, ez a mű letargia, hanem egy sokkal mélyebbről áradó isteni energia, aminek nincs formája, csak így vagy úgy. Meg akar valósulni a világban, ahogy tud. A játékos kedvem vagyok, én meg eldönthetem, hogy eltitkolom, vagy szabadon engedem. Nincs több értékítélet, itt csak élmény van, ami lehet észre korlátolt, vagy határtalan. Igazi és tiszta, az nem csak egy kép, amin olyanra festettem magam, mintha örülnék. Azt nem kell magyarázni, mert az felettem áll, mikor egy intuíció az anyagba utat talál. Már az se érdekel, a tényleg szar, amit csinálok. 30 éve bujkálok, kiszophatjátok, szarok rátok. Most épp itt vagyok, és végre beleordíthatom a kibaszott mikrofonba az összes bajom. 30 éve kerülgetem az igazat a dolgok alatt, hogy ami tényleg létezik, az csak ez az egyetlen pillanat. Hogy lehet hülyén kinéző, lehet egy kicsit fos, de ami a szívedből jön ki, igazából csak az fontos. Köszi, és nagyon köszi a lehetőséget. Nagyon köszönöm. Nektek pedig nagyon köszönöm a figyelmet, ez volt a péntek esti Partizán. Köszönöm szépen Holinak, Mucsi Zoltánnak és a közönségnek a segítő közreműködést. Nem különben egyébként a zenészeknek, nem ne feledkezzünk már róluk. Péntek esti Partizán legközelebb jövő hét pénteken este 6 órakor jelentkezünk majd. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Ciao.